Alig több mint egy hete nincs tűzgyújtási tilalom hazánk teljes területén. A tilalmat az erdőgazdálkodásért felelős miniszter állapíthatja meg vagy vonhatja vissza. A tilalom elrendelését a katasztrófavédelem is kezdeményezheti. A fokozott tűzveszély a meteorológiai körülményektől, az erdőben található élő és holt biomassa szárazságától és a keletkezett tüzek gyakoriságától függ. A tilalom az erdőterületekre, valamint a fásításokra és az ezek 200 méteres körzetében lévő külterületi ingatlanokra vonatkozik. Jelenleg tehát az erdőgazdálkodási tevékenység keretében végzett égetés is lehetséges, miután megtörtént annak hivatalos bejelentése. A kijelölt helyeken is bárki rakhat tüzet, a tűzvédelmi rendelkezések betartásával. Amennyiben nincsen ilyen elrendelt időszak, akkor ugye a kijelölt tűzrakóhelyeket az erdőkben használhatjuk. Egy másik fontos terület, és ezzel párhuzamos, a tűzgyújtási tilalommal párhuzamos, az, hogy belterületen hogyan tudunk esetleg égetést végrehajtani. Ezt mindig hangsúlyozzuk, hogy Magyarországon alapvetően tilos minden nemű szabadtéri égetés. Az önkormányzatok által kiadott helyi rendelet adhat ez alól felmentést. Az abban megjelölt időszakban és az ott szabályozott módon lehet ezeket az égetéseket végrehajtani, és hangsúlyozottan csak is úgy, ahogy ezen jogszabályokban, illetve szervezetszabályozó eszközökben le van fektetve. Kálósemjénben például lehet kerti hulladékot égetni, legalábbis egyelőre. Külterületen és belterületen nálunk például önkormányzati rendeletben meg van határozva, hogy március 1-től, jelenleg szerint december 31-ig, még most még engedélyezzük a kerti hulladékok égetését, természetesen ugye szigorú tűzvédelmi szabályok betartása mellett. Magának az égetés során ugye nem lehet gyorsítóanyagot használni, illetve az égetőnek gondoskodnia kell ugye az oltás elvégzéshez szükséges anyagokról és eszközöknek a beszerzéséről. Továbbá csak ugye megfelelően száraz, avar és kerti hulladék égethető, valamint nem tartalmazhat semmiféle kommunális vagy ipari jellegű hulladékot, például gumi, üveg vagy festékanyagokat. Sokan nem tudják, de Nyíregyháza területén a kerti hulladék égetése szigorúan tilos. A megyeszékhelyen sem tavasszal, sem ilyenkor ősszel nincs felmentés ez alól. Az, aki ennek ellenére a kertjében zöld hulladékot éget, tűzvédelmi bírsággal is sújtható, ami akár a 3 millió forintot is elérheti.